Zsúfolásig telt a Kastélytér Horváth Tamás koncertjére. Az énekes dalszerző egyike volt azoknak az előadóknak, akik a legtöbb érdeklődőt vonzották a színpadokhoz. Nem véletlenül, a zenész a napokban több újdonsággal is megörvendeztette a rajongókat. Több dal lesz, sokkal több dal lesz, sőt, hát ősszel, de inkább télen készülök egy nagy durranással, amiről még nem beszélhetek, hogy mi az valójában, de olyan, amit eddig még nem csináltam. Szóval ez egy teljesen új dolog lesz tőlem, úgyhogy idén nagyon érdemes figyelni a csatornáimat, mert folyamatosan jövök új dalokkal, hogy igazából be se jelentem, és már megjelenik egy újabb dal. De Tatán vendégeskedett a Bikiniha, Benko, Dixieland, számos helyi kötődésű előadó és lemezlovas is, és természetesen a Peron Tehetségközpont jelenlegi és valamikori diákja is kitettek magukért. Úgyhogy Tatán játszani mindig nagyon jó nekünk, mindig ilyenkor jövünk hazafelé, és egyébként pedig a Peronhoz is nagyon, nagyon sok szálon kötődünk, most már évek óta dolgozom én velük együtt mondjuk egy ilyen 10 éve, és aztán most az elmúlt években pedig zenekarostul is szorosabb lett a kapcsolatunk. Nem csak az éjszakák voltak mozgalmasak a tóparton, napközben kirakodó vásár, borúdvar, a gyermekeknek szánt szípi sziget és számos kóstolnivaló finomság várta a látogatókat. A fesztivált 29 esztendővel ezelőtt szervezték meg először, és az alapértékeket azóta is igyekeztek megtartani. Rendkívül sok lehetősége van ma az embereknek, hogy kikapcsolódjanak, kiszabaduljanak. Tehát gyakorlatilag a mi fesztiválunk, én úgy szoktam fogalmazni, és rá is van mindenhol írva, hogy a barátok, családok fesztiválja. Tehát mi arra törekszünk, hogy itt mindenki megtalálja, az apró gyerekektől a felnőttekig, az öregekig, ez egy találkozási pont. Az idei Vízzenevirág fesztiválhoz több mint 1000 közreműködő járult hozzá, a színpadépítéstől a szállításig, jegyárusítástól a lebonyolításig, sokan köztük diákmunkások.